Köszöntöm Önöket az Álláspontban, ezen a héten a 7. Rákosmenti Rendvédelmi és Katonai Napok eseményeit mutatjuk be Önöknek. Idén is találkozhattak hagyományőrző lovagokkal, huszársággal, első és második világháborús katonákkal. A legkülönfélébb katonai fegyverekkel, köztük ezzel a hatalmas gépágyúval, és olyan különleges katonai járműparkkal, amit máshol nem láthatnak. Lehetett részük kutyás, lovas és katasztrófa védelmi bemutatókban is, és természetesen idén is egy nagyszabású menetoszlopos felvonulással vette kezdetét a rendezvény. Tartsanak velünk! A hivatásos büntetés végrehajtási, katasztrófa és rendvédelmi szervezetek mellett meg annyi önkéntes és hagyományőrző egyesület vett részt Rákosmente legnagyobb szabadtéri rendezvényén, amely többek között hat történelmünk fejezeteit elevenítette fel, korhű egyenruhák, fegyverzet, eszközök és járművek segítségével. Az esemény célja idén is a hazaszeretet és a honvédelem fontosságának közvetítése volt egy tartalmas rendezvény keretében, honvédelmi tárgyi emlékek bemutatásával, műszaki mentés gyakorlattal, valamint különböző rendvédelmi látványelemek megjelenítésével. A 7. Rendvédelmi és Katonai Napok Rákosmente önkormányzatának szervezésében Rákosmente önkéntes polgári védelmi törzse, a Báró Podmanicki 3. János Honvéd Egyesület, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Rákosmenti Polgárőr Egyesület közreműködésével valósult meg. A nyilastáblán megrendezett június 15-től 17-éig tartó háromnapos esemény ünnepélyes megnyitóján a zászlóvívők bevonulását követően Rizs Levente polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Elmondhatom, hogy Európa legbiztonságosabb országa Magyarország, úgy azt is elmondhatom, hogy Budapest egyik legbiztonságosabb kerülete, a 17. kerület Rákosmente, és ezért nagyon hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozóknak. Én nagyon jó érzéssel állok itt, nagyon jó érzés, hogy ilyen nagyszerű emberek vigyáznak a mi biztonságunkra. Büszkék vagyunk Önökre. Isten áldja az összes rendvédelmi dolgozót, katonát, rendőrt, tűzoltót, polgárőrt. Köszönjük a munkájukat! Szabó István honvédelmi ügyekért felelős államtitkár, az esemény fővédnöke, dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter nevében is köszöntötte a résztvevőket. Továbbá annak fontosságát hangsúlyozta, hogy az egyenruhás rendvédelmi és honvédelmi erők is képviseltethessék magukat a civil szervezésű kezdeményezéseken. Látva azt, hogy milyen széles spektruma jelenik meg a honvédelemnek és a rendvédelemnek, itt a Rákosmente polgármester hivatal által szervezett rendvédelmi és katonai napon. Én azt gondolom, hogy nagy-nagy öröm számunkra, egyenruhásoknak, akik a honvédelemben és a rendvédelemben dolgozunk, hogy ilyen civil társadalmi kezdeményezés, ilyen rendezvény tervezve van, és most már 7. alkalommal hagyományossá váló rendezvényé vált itt a kerületben. Dr. Galambos Endre katolikus plébános és Koroknai Tegesz Ferenc református lelkész áldása után kezdetét vette a hagyományos menetoszlopos felvonulás, idén az eddiginél több járművel és hosszabb útvonalon. Eddig a Kutszorgó és környéke, tehát a Rákos Csaba, Rákos kelet rész eddig kimaradt a felvonulásból, és szerették volna bevonni ezt a területet is, hogy minél többen lássák. Egyrészt, hogy a rendezvényre talán felkeltjük az érdeklődést, másrészt, hogy talán megmozgatja a fiataloknak a fantáziáját, hogy esetleg érdekes lehet ez a foglalkozás is számukra. Horváth Tamás alpolgármester a Rákosmenti Rendvédelmi Napok legfontosabb céljairól és arról is beszélt, hogy 7 év alatt mennyi mindenben fejlődött a rendezvénysorozat. Most megnézzük a területet, azért most már
úgy látogatói létszámban, mint kiállítói létszámban is jelentős növekedés van. Lassan már olyan problémáink vannak, hogy hogy tudjuk elhelyezni a sok-sok kiállítót, hogy elférjünk, és hogy bejárható legyen a terep. Tehát nagyon kicsivel kezdtük ugye a 7 évvel ezelőtt, abból a célból, hogy a rendvédelmi szervek, a honvédelem, a rendőrség szerepét egy kicsit megmutassuk a polgároknak, hiszen ma már látható, hogy ez egy nagyon fontos dolog kell, hogy legyen az életünkben. Számtalan katasztrófa helyzet hívta fel erre a figyelmet ugye annak idején, és főleg az, hogy a sorállományú katonai sorozás már megszűnt, így a hadsereg is nagyon kis létszámmal működik pillanatilag. Tehát egy cél egyrészt a honvédségnek a felfejlesztése, másrészt a rendvédelmi szervek és a civil polgárvédelmi szerveknek a fejlesztése, hiszen sokszor szükség van rájuk. És ezt szeretnénk itt népszerűsíteni, felhívni a figyelmet, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, egyébként aki kijön, az láthatja is, mennyi minden érdekesség van. És ami még nagyon fontos, hogy bemutassuk az elmúlt időszakot, hogy a hadsereg milyen eszközökkel létezett, hogy működött. A hivatásos szervek között idén is bemutatták tudásukat a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatóságának kutyás egységei is. Virág Zoltán törzzászlós és kutyavezető, különleges képességű országszerte híres keresőkutyájával, Csillivel végzett közös munkájukról beszélt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kutyás bemutatóját láthattuk, és ön Csillivel mutatta be, hogy mit tudnak, illetve nap mint nap milyen munkát végeznek. Mire használják Csillit? Úgy tudom, különleges kutya, mert három különböző dolgot is lehet vele keresni. Igen, különleges. Hát Európában is egyedülálló, ugyanis csak egy kutya van a miénken kívül, ami hármas képzettségű, tehát triál. A Csilli kábítószer, dohányterméket és készpénzt tud keresni. Hol és milyen munkára alkalmazzák öt nap mint nap? Mivel mi a bevetési igazgatóság járőrei vagyunk, végül is az egész ország területén bármikor, bárhol bevethetők vagyunk, tehát mi dolgozunk közúton, egy házkutatásnál, akár a repülőtéren, vasúton, bárhol. Úgy tudom, hogy a kutyavezetők együtt is élnek a kutyákkal, és együtt dolgoznak nap mint nap, ez miért van így? Így van, együtt élnek velünk a kutyák, hiszen otthon laknak velünk, együtt megyünk munkába, majd együtt érünk haza a munkából. Tehát sokkal szorosabb köteléket eredményez ez a kutyákkal, ezáltal nagyobb a kontakt, pontosabbak a jelzések, találatok, jobban összpontosít a kutya is a gazdájára. Milyen képességű kutyákat választanak ki ezekre a feladatokra? Milyennek kell lennie egy jó kereső kutyának? Isten, igazából az első kiválasztásnál a játékosság a legfontosabb, hogy mennyire játékos, mennyire szeret labdázni, hiszen ez a alapja az egész képzésnek, a labda és a játék szeretete. A magyar, orosz, német, amerikai katonai emlékek felvonultatása mellett jelentős szerephez jutottak a magyar huszárságot és forradalmi honvédeket bemutató hagyományőrzők. Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának emlékére különleges gyalogsági és lovassági harcot láthatott a közönség, a Mátyásföldi Ferdinánd huszárok és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség jóvoltából. A honvédek előtt tisztelgő Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tagjai erősen ügyelnek a részletekre, mind az egyenruhában, mind a harci módszerek bemutatásában. Berlinger Gábor gyalogsági törzstiszt beszélt az általuk bemutatott harcról és az egykori honvéd zászlóalj tevékenységéről. Egy 48-as honvéd bemutatót fogunk tartani, először bemutatjuk a honvéd gyalogság fegyverzetét, ugye egyenruháit, illetőleg itt vannak a császári oldalról, bár ez magyar sorozású sorgyalog ezred volt a 32-es, az Eszterházi sorgyalog ezred, őket is bemutatjuk, és akkor ellenük egy ilyen mini csata jelenetet fogunk egy-egy sortűzzel és egy szuronyrohammal bemutatni. Ez szerint, hogy régen is a magyarok harcoltak a magyarok ellen, sajnos? Hát sajnos olyan eset is volt, de ugye a legtöbb sorgyalog ezred, ami magyar sorozású volt, az átállt a szabadságharc oldalára. Ilyenkor minimális változtatások voltak az egyenruháikon, például ugye a csákorózsájukon a magyar trikorolt tették föl, magyar sapkarózsát, illetőleg lecserélték a fehér szíjazatokat feketére. Ugye a zászlóaljak akkoriban 600-ból álltak, nagyjából 1200-1300 embert lehetett nevezni, és az első Pest és a másik budai honvéd zászlóalj volt az első két zászlóalj, amelyet felszereltek, ezért 48 májusában
indult a kiképzés, és június végén már a csatába irányították őket, tehát délvidékre mentek harcolni. Milyen eszközökkel és fegyverekkel harcoltak akkoriban? A honvéd gyalogságnak ugye elöltöltös fegyverei voltak, ezek körülbelül másfél méter hosszú puskák voltak, nem azért kellett, hogy ilyen hosszú legyen, hogy ezzel pontosabban céloztak, ezek húzagolatlan fegyverek voltak, tehát igazából a sortűznek volt értelme, célzott lövést nem lehetett leadni, csak egész közelről. Igazából fél méteres szuronyt raktak rá, így körülbelül két méteres volt a fegyver. Ez azért kellett, mert a lovasság ellen is tudott így a gyalogos kellőképpen harcolni, illetőleg ilyenkor gyalogsági négyszöget alkottak, minden irányban ugye sortüzekkel és a felnyomott szuronyokkal ijesztették el a lovasságot, úgyhogy így volt esélyük. És jól tudom, önön egy tiszti egyenruhát látunk, kérem mutassa be, hogy az ön egyenruhája az miből áll? Hát barna színű Attilám van, ugye azért lett barna színű a honvéd sereg egyenruhája, a 48 májusában a Batthyány kormány nagy bajba volt, ugye a posztógyárak nem nagyon voltak, illetőleg császárra kivitték, de Budán itt volt a császári tüzérségnek a raktára, és ugye a császári tüzéreknek barna volt az Attilájuk. Úgyhogy ezt magyarosították, ugye a veres színű zsinórzattal, a vitézkötésekkel, aminek védelmi funkciója is volt. Itt is lehet látni a kézen, hogy többszörös áttétel van, tehát ez egy kisebb karcsapás ellen, vagy egy szurony csapás ellen tudott védeni. Úgyhogy kicsit díszesebb az egyenruhám, mint a gyalogosoké, tehát itt lehet látni, hogy aranyszínű kosarak vannak rajta, illetőleg a gombozat is teljesen más, illetőleg onnan lehet látni, hogy tiszt vagyok, hogy a csákó ugye díszesebb, és széles passzományjelző százados vagyok, illetőleg minden tiszten volt ugye tiszti szolgálati öv, ez itt látható a karcsatlék tetején, és egy eredeti 1837 mintájú gyalogos tiszti kardom van, úgyhogy ez túlélt most már 170 évet. Ez jelezte gyakorlatilag a gyalogos tiszteknek a funkcióját, és ez főleg irányításra szolgált. Perlinger Gábor gyalogsági törzstiszt a honvédek számára igen nagy jelentőségű fegyvereket, egyenruhákat és felszerelést is bemutatta. Egy teljes felszerelésbe álló honvéd katonát látunk. Ugye a honvéd seregben fiatalkorúak is voltak, főleg a szabadságharc végén, úgyhogy sajnos gyerekkorúakat is kellett toborozni, úgyhogy hülyen mutatja a katona, hogy ő is még 18 olyan aluli katona volt, de harcoltak a szabadságharcba. Tábori körülmények között riasztották a katonát, onnan látszik, hogy tábori sapkát hord. A tábori sapka színe az buzavirágkék volt, ugyanaz színű, mint a szűk magyar nadrágé. Ez is speciális szín volt a honvéd seregben, más seregtestnélyet nem látunk. Illetőleg volt két zászlaj, amelyik veres sipkát hordott. Ez a 9. és a 11. honvéd zászlaj volt, ahol a görgei engedélyezte külön a vitézségük után. Ugye, hogy ők veres sipkát hordhatnak, de hát ez ugye veszélyes volt, mert könnyebb volt célozni a veres színre. Ő a katonán egy barna Attila látható, ugye itt is a veres zsinórzat, illetőleg a pakfon gombok mutatják, hogy ez magyar honvéd egyenruha, mert ugye színbe hasonlított az ország tüzérségére. Fekete szíjazat van, ez is teljesen hasonló a császári hadsereghez, csak a császári hadseregen ugye minden fehér szíjazat volt. A jobb oldal látható a töltér. Ebbe hordta ugye a tölteteket, a csata közben innen töltötte be a puskát. Bal oldalán pedig látszik egy kenyérzsák, abban volt a napi élelem, meg a egyéb személyes apró dolgai, és fölötte látható a szuronytok. A szurony most fönn van a puskán, így lehet látni, hogy nagyjából két méteres volt a szuronnyal együtt a puska. Forduljon meg, katona! Az úgynevezett bornyú, ebbe hordta ugye a személyes felszerelését, inget, csereinget, mindenféle olyan pipadóhányt és egyéb felszerelést, ami kellett ugye napi szükségletbe, és a hátára volt, a tetejére volt felgöngyölve ugye a tábori körülmények között használható takaró. A bakancs volt még érdekes a honvéd seregben, mert egy kaptafára készültek akkoriban a bakancsok, tehát úgy nézett ki, hogy a jobb és a bal oldal ugyanaz volt. Ilyenkor óvátkákat húztak rá, páros és páratlan napokon ugye cserélték, hogy ne legyen egy oldalas, mind a kettőre lehessen használni. Az eseményen a megjelenteknek nagyszabású személy és műszaki mentési gyakorlatban is része lehetett, amelyben látványos magaslati mentést és tűzoltást hajtott végre Rákosmente önkéntes polgári védelmi törzse. Az alakulat bevetésére éles helyzetben Rákosmente polgármestere Ríz Levente adhat utasítást. Gyakorlatilag az, ami az elmúlt években számtalanszor sajnos előfordult, olyan kis villámárvíz, nagy mennyiségű hirtelen lehulló csapadék, amely azt okozhatja, hogy a kerület bizonyos részei alig megközelíthetőek.
és egy olyan helyzetet szimuláltuk, amikor nehéz teherautó, személyautók elakadnak itt a sárban, és őket kell megmenteni. Az önkéntes erők felkészültségére folyamatosan szükség van, hiszen bármikor adódhat olyan vészhelyzet, amikor a hivatásos szervek munkáját segíteni kell. Ebben az évben azért volt különleges a mentési gyakorlat, mert minden hivatásos erőt kikapcsoltunk belőle, és Rákosmete önkéntes polgári védelmi szervezete próbálta ki képességeit, hogyan tudna egyedül önállóan beavatkozni. Az önkéntes polgári védelmi törzs munkájának színvonalát emeli a Budapesten kiemelkedőnek számító járműparkjuk is. A Báró-Podmanicki 3. János önkéntes polgári védelmi szervezetünk nagyon jó kapcsolatot ápol a rendvédelmi dolgozókkal, illetve rendvédelmi szervezetekkel, és valóban olyan eszközei vannak, amelyek ritkák egy ilyen szervezetben, és gyakorlatilag önálló beavatkozást is lehetővé tesznek. Idén került az SS400-as Rába mentőszer, emelőkosaras mentőszer az önkéntes szervezetünkhöz, amely eddig még nem szerepelt, erre külön kiképzést kaptak a mi önkénteseink, és ezzel próbálták meg, hogy mi történik akkor, hogyha valamilyen extrém magas helyről kell menteni. Úgy tűnik, hogy nyilván gyakorolni való még akad, de nagyszerűen helytálltak. Volt már ténylegesen olyan vészhelyzet itt a kerületben, amikor szükség volt az önkéntes erőknek a beavatkozására? Igen, tulajdonképpen víztározó eldugulásánál volt szükség a leeresztésre, illetve pinceelöntéseknél lépett közbe a önkéntes polgári védelmi szervezetünk, például a Madárdombon. Mi történik pontosan egy katasztrófa védelmi helyzetben? Hogyan képzeljük el a folyamatot? Valahonnan mindenképpen kell egy riasztás, általában polgármester urat minden alkalommal tájékoztatja a megfelelő rendvédelmi szerv, és ha is amennyiben olyan sok helyen kell beavatkozniuk, hogy nincs elég élő erő vagy gép erre, akkor az önkéntes polgárvédelmi szervezetet is riasztják. Őnekik nyilván több időre van szükségük, hiszen munkából, magánidőből jönnek el, de amint föláll a szervezet, akkor ők is be tudnak avatkozni. A rendvédelmi napok egyik leglátványosabb bemutatóját a Fekete Sereg lovagrend jóvoltából láthatta a közönség. A Fekete Sereg történelmi jelentőségéről és a hagyományőrzők felszereléséről Séta Attila kapitánnyal beszélgettünk. Ez volt az első komoly zsoldos hadsereg Európában, és mindaz mellett, hogy Mátyás idejéhez köthetjük a reneszánsznak a felemelkedését, és több győztes csatát is, mind a kenyérmezei, valószínűleg ez is hozzájárult, hogy a Fekete Sereg név jobban benne van a köztudatban, mint egyéb hadseregek. Tegyük tisztába, hogy pontosan jól tudjuk-e, hogy miért Fekete Sereg? Ezt nagyon nehéz tisztába tenni, a történészek is vitatkoznak ezen, igazándiból erre nem tudunk pontot tenni, nagyon sok felvetés van. Volt már olyan variáció, hogy azért, mert Mátyás halála után fekete karszalagot viseltek a karjukon, igazándiból, hogy Mátyás ide alatt nem is Fekete Seregnek hívták. Van egy olyan teória, hogy a fekete páncéljuk miatt, vagy volt olyan hadvezér, aki miatt erről nevezték el, ebben még nem tudunk biztosat, úgyhogy nem törnék láncsát az okosság felett. Mennyire számított átütő erős haderőnek abban az időben Európában? Európában kiemelkedő hadtestnek számított, főleg azért, mert tartozott hozzá egy dunai flotilla, és nagyon okosan Mátyás megoldotta, hogy a sereg hadtesteket a vízen mozgatva ütőképesen át tudta mozgatni a haderőket a megfelelő helyekre, és mindig akkora létszámmal bővítették meg egyéb külföldi zsoldosokkal, főleg cseh huszitákkal a Fekete Sereget, ami mindig alkalmas volt arra, hogy vagy a török ellen, vagy a németek ellen vívott haderő mindig ütőképes maradjon. Milyen volt akkoriban egy katona élete a Fekete Seregben? Milyen lehetett? Ez megint egy nagyon nehéz kérdés. Annyit biztosan tudunk, hogy ebből a létből kifolyólag ugye a zsoldosoknak nem volt igazán pozitív az élete. Nagyon sok nélkülözés a télen a fagyba töltött éjszakák mellett, tehát az, amiben mi is vagyunk, vértek meg a sátrak, ez igazándiból a főjúri mi voltra vezethető vissza, tehát egy ilyen páncél a középkorban nagyon drága volt, nem mindenki engedhette meg magának. Mátyás idejében azért volt kiemelkedő ez, mert ők szántak erre komolyabb összegeket, hogy,
hogy több ezres páncélos gyalogságot és lovasságot állítottak fel, és már volt egyfajta rendeződés. A hagyományőrzők páncéljaikat saját maguk készítik el, a régi hagyományos kovács technikákkal, négyen végzik ezt a munkát a csapatban, olykor országos szaktekintély bevonásával. Milyen fegyverekkel harcoltak, és ebből mit fogunk látni a bemutatóban? Egy olyan bemutató szegmenset próbálunk megmutatni, ami kimondottan a gyalogos létre jellemző, aztán a másfél és kétkezes kardokat, ami a csatatéren perdöntő volt, egy-két buzogánnyal és bárddal vegyítve. A szabályok értelmében ugye nincsenek megévezve a fegyverek, a középkorban sem voltak végig, ezeket inkább már zúzásra használták, a pengék utolsó egyharmadát élezték meg, ugye ezeket a vérteket már nagyon nehéz átütni, és mint ami például rajtam is látható, ezek a páncél alatt viselt ruházat, ez a gambeson, ez is egy ilyen nagyon vastag, tömött ruha, gyakorlatilag az ütések és a vágások energiáját nem csak a páncél, hanem ennek a rugalmassága nyeli el. Amiket most a kezembe tartok, ezek a páncélnak a fő elemei, ez a mellvért, a hozzá kapcsolt úgynevezett tasszettekkel, amik a comb részt védik. Ehhez kapcsolódik a karvért. A karvért egy három lamellás elemből áll. A védekezés egyik fő szegmense maga a könyökvért, amivel pajzsként gyakorlatilag védekezni lehet. És ugye maga a válvért, ami külön arra szolgál, hogy a várat sújtó vágásokat, már a sisak után a vál kapja a legtöbb vágás szegmenset, azokat védi. Ez egy szegmentált sisak, ami arra szolgál, hogy a vívásnál teljesen zárt tudjon lenni. Ezt nagyon nehéz átütni, amint látszik, csak egy nagyon kicsi szemrés van kint. Értelemszerűen a látómezőt is ezáltal szűkké teszi, viszont nagyon nagy védelmet nyújt. És hogyha a kialakítását megnézzük, ugye azért vannak ezek a formák rajta, hogy lehetőleg ne fogja, hanem elvezesse a vágásokat, ami segít egy kicsit ezeknél már, hogy több részben nyitható fel, hogy vívás után kicsit elfogy a levegő, a légszom megszűnik, ezeknek a nagy vizoroknak a felnyitásával ezeket egy kicsit lehet enni, lehet még egy olyan variációt csinálni, hogy csak magát itt a szemrésnél nyitom ki, hogy az arc még védve legyen, de a látótér egy kicsit jobban kinyíljon. Ezek ugye kimondottan gyalogos nehéz vértek, amik itt láthatók, ezek a legnehezebb vért az 51 kg teljes csatolásában, tehát lábvérte minden együtt, de átlagban ilyen 40 kilósak a többiek, de ezt kimondottan mondom, hogy gyalogos nehéz vértekre jellemző. Nagyon sok páncél, ami főleg ami edzett vértek, azok csak időzőjelesen ilyen 25-30 kilósak. Látványosságból és főként hanghatásokból a Magyar Tartalékosok Szövetségének hagyományőrző tagozatának állomásánál sem volt hiány. Működőképes második világháborús ágyukkal és a háborúban, illetve 1956-ban valóban használatban lévő felszerelésekkel és egyenruhákkal készültek. Jászdi Balázs hagyományőrző főhadnagy beszélt a fegyverek hátteréről, történetéről és a hagyományőrző tagozat díszütegéről. Mi a Magyar Tartalékosok Szövetségének hagyományőrző tagozata vagyunk, azon belül a Magyar Királyi 106. önálló díszütekként működünk. Két második világháborús ágyút hoztunk most el ide. Itt mellettem látható egy 38 mintájú 122 mm-es tábori tarack és egy 85 mm-es 39 mintájú légvédelmi ágyú. Ezeket hol használták és mikor, kik harcoltak vele? A légvédelmi ágyú egy igazi kuriózum. Ez a német 88-asnak a szovjet párja, közösen fejlesztették. Majd a háború elején a németek olyan nagy számban zsákmányolták ezt a lövegtípust, hogy ők is hadrendbe állították, és 1943-ban a Magyar Királyi Honvédség 90 darabot kapott ezekből a lövegekből. Tehát már a II. Világháború alatt a magyar légvédelmi tüzérek nagy számban használták, a II. Világháborút követően pedig, amikor a szovjet fegyvereket rendszeresítették nálunk, akkor ugye hadrendbe állt, és gyártották is Magyarországon. A 122 mm-es tarack, az pedig a szovjet hadseregnek szintén legendás, kiváló tábori tarackja. Ebből is zsákmányoltak a németek sokat, de ebből a Magyar Királyi Honvédség akkor nem kapott. A II. Világháborút követően került rendszeresítésre a Magyar Honvédségnél, vagy Néphadseregnél. Ezt mi igazából az 56-os hagyományőrzéshez szereztük be, illetve filmforgatásokon és csatabemutatókon, mint szovjet eszközt tudjuk használni. Milyen katonai személyzet működteti ezeket az ágyúkat, és kinek mi a feladata? Hát ugye tüzér kezelő személyzete van minden ágyúnak, a megfelelő öltözetekbe öltözünk mindig, tehát attól függ, hogy éppen mi a feladatunk, tehát hogyha 56-os, akkor 56-os, azon belül, hogyha most a felkelőket vagy a támadókat kell alakítani, akkor azt a szovjet öltözetet is, azzal is rendelkezünk. Tehát megvan a zárkezelő, töltőkezelő, irányzó, ezeket folyamatosan gyakoroljuk.
sose lehet tökéletesen elsajátítani, tehát annyira összetett és ilyen sokféle feladat van, hogy állandóan tanuljuk. A régi tüzérek és lövegtechnikusok tudását veszük igénybe, akik viszont örömmel adják át a régi tudást, és örömmel adják át, tehát hogy ne lenjen veszendőbe az ő egykori szakmai kultúrájuk. A hagyományőrző főhadnagy a fegyverek működtetéséről és az ehhez szükséges katonai személyzetről is beszámolt, valamint az egyenruhákat is bemutatta. 1956-ban így néztek ki a tüzérek, tehát a harctéren a megfelelő álca overallt lehet látni, a nyári verzióban a sapkán lehet látni a rákosi címert, tehát ugye 56. október 23-án reggel még ezzel a fejfedővel ébredtek, aztán később leszették a vörös csillagos sapkarózsát, és piros-fehér-zöld szalagot tűztek, vagy pedig Kossuth címert a sapkájukra, és egy karszalaggal jelezték, hogy ők melyik oldalon harcolnak. Egyébként lehet látni, teljesen szovjet típusú az egyenruha, tehát az a gimnasztyorka, a ködvágó sapka, a nadrág teljesen szovjet, tehát ugye nem szerették a katonák ezt az egyenruhát, de hát 56-ban még nem volt más, úgyhogy ezekkel az apró átalakításokkal tudták jelezni, hogy melyik oldalon küzdenek. Itt ennél a másik tár miért volt szükség a terepmintára? Mert ő, mint tüzér, akár tüzér felderítőként vagy figyelőként ő neki rejtőzni kellett, és akkoriban már ilyen modern álcaöltözetek rendelkezésre álltak. A táskák mire szolgálnak, mi van bennük? A táskában ugye főleg, hogy tüzéreknél, tehát itt adatokat kell továbbítani, feljegyezni ezeknek a tárlására, hogy a térképet tudjon elhelyezni benne, hogy a térkép, hogy látható legyen. Tehát és ez is egy korhűtáska? Tehát mennyi idős ez a eredeti? Ez 54-es gyártású, tehát ez ott lehetett. Az évről évre bővülő tematikájú, a hazaszeretetet és a honvédelem fontosságát közvetítő Rákosmenti rendvédelmi és katonai napokat jövőre ugyanebben az időszakban ismételten megrendezik, meg annyi honvédelmi bemutatóval és katonai érdekességgel készülő résztvevővel. Így telt tehát Rákosmenten legnagyobb szabadtéri rendezvénye, a 7. Rákosmenti rendvédelmi és katonai napok. Köszönöm, hogy velünk tartottak, legközelebb is pénteken láthatják majd Álláspont című műsorunkat, addig is viszontlátásra!